Torontvári Csíkszeredában. A festő életművének első és utolsó darabja is megtekinthető a szombaton nyílt kiállításon. Székelyvásár Bukarestben néptáncot, kézműves termékeket és hagyományos kézi szövést is bemutattak a fővárosiaknak. Lángoló szeméttelep újra tűzütött ki a Kolozsvár melletti Pataréten a Bezák szeméttározónál. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Benyújtotta a lemondását Patricio Akimás Cadario egészségügyi miniszter. A döntés hátterében az állhat, hogy az utóbbi időben egymást érik a botrányok az egészségügyben. Egyrészt szabálytalanságok egész sorra derült ki a kórházak fertőtlenítőszerekkel való ellátása kapcsán. Másrészt újabb és újabb a rendszerre rossz fényt vető részletek látnak napvilágot Patrick Ekeng labdarúgó pénteken bekövetkezett halála ügyében. A miniszter lemondását Decián Csolos miniszterelnök azonnal elfogadta. Klaus Johannis államelnökkel abban is megegyeztek, hogy a minisztérium vezetését ideiglenesen a kormányfő veszi át. Óriási a vérszükséglet a romániai kórházakban, a véradók száma azonban továbbra is rendkívül alacsony. Orvos és egyetemi hallgatók próbálnak ezen változtatni az ország 9 városában. A 3%-ot sem éri el a romániai vérdonorok aránya, ezzel szemben az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az európai átlag meghaladja a 20%-ot. Ezen javítanának azzal a nagyméretű véradási kampánnyal, amely a héten zajlik. Idén is számos egyetemi hallgató ad vért, és a környezetében élők figyelmét is felhívja a véradás fontosságára. Az egyetemen népszerűsítették a véradás fontosságát, és ezt követően döntöttem el, hogy donor leszek, hiszen az ilyen jellegű elszántság életet menthet meg. A kampány 9 romániai városban zajlik, köztük Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Nagyváradon is. A Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központ pszichológusa szerint ilyenkor a vérdonorok száma mintegy 15%-kal nő. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy ebben az időszakban naponta hozzávetőlegesen 20 egyetemi hallgató ad vért, de ők ugyanakkor másokat is mozgósítanak véradásra, így mindkét esetben pozitív eredményről beszélhetünk. Hozzátette, a kórházakban olyan nagy a vérhiány, hogy minden típusú vérre szükség van, ugyanis minden egyes csepp életmentő. Csontvári Kostka Tivadar műveiből nyílt kiállítás a Csíki Székely Múzeumban. Az állat képeit több magyarországi intézményből gyűjtötték össze, így most Csíkszereda ad otthont a legnagyobb csontvári gyűjteménynek. Csontvári képek alatt játszott klasszikus zene adta meg a kiállítás megnyitójának hangulatát, melyre zsúfolásig teltek a múzeum termei. Az eseményen Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a kiállítás egyik fővédnöke elmondta, Csontvári sorsában van valami az általános magyar sorsból, ezért is lehet jelentőségteljes, hogy most Erdélybe is eljutottak ezek a képek. Gyarmati Zsolt igazgató hangsúlyozta, a tárlat a kiállított képek mennyiségét illetően is egyedülálló. Ez a kiállítás, ez ebben a formában nem lesz látható Magyarországon, csak itt látható, és elhoztuk az életműnek az első és az utolsó darabját is, illetve szám szerint 48 olyan munka van itt, amely a legtöbbet jelenti most. Tehát, hogyha most valaki a legtöbb csontvárit szeretné megnézni, annak Csíkszeredába kell utaznia. A megnyitón felszólalók többször is hangsúlyozták, hogy a csontvári életmű egy ajándék, kulturális örökségünknek olyan része, melynek fontos szerepe van az identitás képzésben. Egy teljesen öntörvényű életmű, aki ráadásul nagyon pontosan dokumentálta és a saját tevékenységét, és próbálta is értelmezni az ő saját festészetét, és ráadásul egy nagy minőséget hozott létre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenkorban kiemelkedő, ha ilyennel találkozunk. A Csíki Székely Múzeum a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel és a Kommunitás Alapítvánnyal karöltve versenyt is szervezett, melynek keretében 9 megyéből 1100 gyerek látogathatja meg a kiállítást. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nevelésnek, az oktatásnak a részét képezzék az ilyen típusú intézményekben való megjelenés, jelenlét a múzeumokban, a kultúrás intézményekben, a könyvtárakban, a könyvkiállításokon. De most nyilván egy kiállításról beszélünk, mert végül is a kultúra értékei azok, amelyek bennünket meghatároznak.
A kiállításon számos alkotás megtekinthető Csontváry híressé vált festményei közül, így például a magányos cédrus vagy az önarckép is. A tárlat augusztus 20-áig látogatható. A marosvásárhelyi csendőrséget és díjazásra méltatta az Active Watch Románia. Az elismeréssel azonban minden bizonnyal nem fognak dicsekedni. Az emberjogvédő szervezet gáláján a szólás és sajtószabadság ellenvétők kerültek a figyelem központjába. A romániai szólásszabadságról szóló Active Watch jelentésben több éve terítékre kerül a magyar kérdés is. Az emberjogvédő szervezetet vezető Mircea Toma civil jogi aktivista kiemelte, a marosvásárhelyi csendőrség egy előre időben bejelentett autonómia párti megmozduláson tömegesen büntette a résztvevőket, sőt olyanokat is, akik jelen sem voltak. A marosvásárhelyi csendőrségnek a hazafiúi pénzbírság díját adományozzuk. A szimbolikus díjat egy székely zászló képében az úgynevezett spirituális milícia aktivistája Mihály Bumbest vette át, akit magát is többször bírságoltak meg már tiltakozó akciókon való részvétel miatt. Adrián Szelmenci, az Active Watch aktivistája híradónknak elmondta, miért esett a választásuk a marosvásárhelyi csendőrségre. A marosvásárhelyi csendőrség a Székely Szabadság napja szervezőivel szemben tanúsított magatartása miatt érdemelte ki az idézőjeles elismerésünket. Úgy véljük, hogy a csendőrségi beavatkozás a véleményszabadság korlátozása ellen irányult, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezzel a díjjal felhívjuk rá a figyelmet. Adrián Szelmenci azt is hangsúlyozta, hogy a csendőrség a negatív civil visszajelzések dacára folytatja ezt a hadjáratát, hisz a jelentés elkészülte után is küldtek még kibüntetési jegyzőkönyveket. Először szervezte meg a Bukaresti Közpolitikai Intézet és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal a Székelyvásárt a fővárosi Romexpo területén. A kiállítást a székely kultúrát bemutató előadás kísérte. Néptáncosok és énekesek szórakoztatták a Székelyvásár vendégeit a Romexpo egyik csarnoka előtt felállított ideiglenes színpadon. Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere a kölcsönös megismerés fontosságát hangsúlyozta a rendezvényt bemutató sajtótájékoztatón. Úgy gondoltuk, hogy fontos megmutatnunk értékeinket itt Bukarestben is. Szeretnénk minél több előítéletet lebontani, melyeket elsősorban a bukaresti román média táplál. Meggyőződésem, hogyha az itteni emberek találkoznak a székelyföldi értékekkel, székelyföldi emberekkel, akkor a saját józan eszükre fognak hallgatni, és nem arra, amit a velünk ellenséges hírtelevíziók mondanak. A vásárra látogatók 40-nél is több kézműves termékei közül válogathattak, sőt azt is megfigyelhették, hogyan készül a hagyományos székely kéziszőttes, vagy miként dolgoznak a fafaragók. Fazaka Sándor csontfaragó úgy vélte, Bukarestben jobban meg tudják engedni az emberek maguknak a termékeiket, mint Erdélyben. Meg kell keresni a Kundschaftkört, hogy el tudjuk adni a termékeinket, viszont olyan 40%-a, aki értékeli, és tudja, hogy ezek a hagyományos termékek, és természetes anyagból készült termékek sokkal értékesebbek, mint a mostani műanyagból készült holmik. Hétvégén Magyarország fővárosa is Székelyföldről szólt. A Millenáris Parkban második alkalommal szervezték meg a Székely Fesztivált. A székely kulturális és gasztronómiai értékeket bemutató programok mellett Budapesten is szerveztek kézműves vásárt. Ma van Európa napja, az európai béke és egység ünnepe. Országszerte kulturális rendezvényekkel ünnepelték meg az Európai Unió megalakulását. A bukaresti metró, 12 állomás, 12 Európai Uniós tagállam. Olaszországban felülnek az utasok és néhány percen belül Horvátországba érkeznek, ahol önkéntesek mutatják be az ország jellegzetességeit. Európa napján a fővárosi metróállomásokat idén is EU-s tagállamokról nevezték el, de még nagyobb volt a zsongás a bukaresti egyetem téren. Az Európai Unió tagállamainak hagyományos népviseleteibe öltözve táncolnak és énekelnek ezek a liceumi diákok, közösen ünneplik Európát. Egy valóságos európai mozaik van itt. A közönség is bekapcsolódhat a művészeti programokba, de ízelítőt kapnak a tagállamok kulturális és gasztronómiai hagyományaiból is. Marosvásárhelyen katonai díszfelvonulással és a Maros megyei tanács hagyományos alái elnevezésű kitüntetésének átadásával hódoltak Európának. Idén a díjat Kolozsvári Zoltán tudományos kutató volt marosvásárhelyi tanácsosnak és Horácius Ucsus szívsebésznek ítélték oda.
A tevékenységünk kiváló minőségű, a szívátültetések számát és a műtét eredményességét tekintve felülmúljuk az európai átlagot, de sajnos mivel ez az egyedüli központ az országban, ahol szívátültetést végzünk, a műtétek száma egy ekkora országhoz képest alacsony. Az öreg kontinens napját egyébként az egész Európai Unióban megünnepelték. 68 évvel ezelőtt született meg a Schuman nyilatkozat, amelynek révén létrejött az EU elődjeként említett nemzetközi szervezet. A hétvégén újra lángra kapott a Kolozsvár melletti Pataréten a bezárt szeméttározó. A tűzeset miatt a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség több mint 40 alkalmazottja 36 órát töltött a helyszínen. A tűz okát még vizsgálják. Egy hektárnyi területen lángolt hétvégén a pataréti szeméttelep. A tűz eloltásához több mint 250 tonna vízre volt szükség. A helyszínt a lángok eloltása után is felügyelte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Mivel a szeméttelepen sok a gyúlékony anyag és biogáz is képződik, az eset bármikor megismétlődhet. A tűz gócpontjai elszórva voltak, mint egy 10 000 négyzetméteren. A helyszínen 6 csapat, az egység több mint 40 alkalmazottja dolgozott, akik 36 órán többet töltöttek a szeméttározónál a beavatkozás idején. Ennek a helyzetnek az volt a sajátossága, hogy a szeméttelepen nagy halmokban volt tárolva a hulladékanyag. Ezeket a halmokat meg kellett bontani ahhoz, hogy lehessen a tüzet oltani. A Kolozsvár melletti idéglenes szeméttározó közel egy hónapja füstölög a környékbeli települések lakosainak a bosszúságára. A Kolozs megyei tanács a hónap elején fogadta el azt a határozatot, amely szerint 3,5 millió lejt fordítanak arra, hogy a helyszínt földréteggel betakarják. Az áprilisi pataréti tüzek miatt a megyei önkormányzatnak a környezetvédelmi őrség által kiállított 80 ezer lejes bírságot kell kifizetnie. 3 hét múlva lesz az idei Csúszínházi évad első programja. A rendezvényre nem csak a fellépők és a szervezők készülnek, a Csúszínház épülete is megújul. Zajlanak a munkálatok a Mikházi Csúszínház udvarán. Felszedik a járdát, az udvart ugyanis gyepszőnyeggel terítik be, és fákat is fognak ültetni. A színház is új köntöst kap, újra festik a padlózatot a nézőtéren és a színpadon, de a megrongálódott padokat is kicserélik. A Csúszínház szervezői a helyi önkormányzat támogatásával egy sor felújítási munkálatot terveznek az elkövetkezendő 3 hétre. Lefestik a székelykaput, a kerítést, rendbe tesszük az emlékművet az iskola előtt, amit a hónap végén fel is avatunk, megszentelve. Hát nagyon-nagyon folynak a munkálatok, és remélem, hogy mire kezdődik az évad, május 29-ére megszépülve, újra gondolva, újraépítve állhatunk a közönségünk elé. Széles Ferenc híradónknak elmondta, a színházon az évek során meglátszott a rongálások és az idő múlásának nyoma, így fontos volt a felújítás, a későbbiekben ugyanis ez még nagyobb befektetést igényelne. A tatarozási munkálatok során az épületet új fény- és hangtechnikával is felszerelik, ami megkönnyíti majd a fellépő társulatok munkáját. Véget ért a kolozsvári Magyar Diáknapok 23. eddigi legnépesebb kiadása. A több napon keresztül versengő 58 csapat közül idén a Deep Purple teljesítette a legjobban. Ők gyűjtötték össze a legtöbb pontot. Elsőben sem hiányzott a jókedve a 23. kolozsvári Magyar Diáknapunk zárónapján, amelynek utolsó feladatai közé a legjobb diáknapos bogrács kiválasztása tartozott. A zsűrinek 58 féle gulyást kellett végigkóstolnia, amihez a találékonyabbak népzenei aláfestést is biztosítottak. Az idei diáknapok a 7. diáknapok, amiben részt veszek, tehát összetudom hangosítani más hangokkal. A legjobban a Tokán sikerült. Azon kívül a legjobban a Counter-Strike és a táblés került. Volt, aki 80 literes bográccsal látott neki a feladatnak, mások többször is elkészítették a gulyást, hogy a csapat minden tagjának jusson. A diáknapok sokszínű feladatsorozatából mindenki talál kedvenceket. A táncmaraton 12 óra volt, minden stílus, leginkább modern, és jól telt, bár fárasztó volt. Óriási élmény, kezdve a karaoke-tól, kezdve az első kultúrszlem. Egyszerűen álom volt számomra itt lenni, és alig várom, hogy jöjjek vissza. A 23. KMDS diáknapokon volt eddig a legnagyobb a létszám. 58 csapatban több mint 2000 diák mérte össze kreativitását, sport teljesítményét, tánctudását és egyéb képességeit.
Nyárát Szent Simonban is átvették a Brassó megyei apáca kakaslövő hagyományát. A nyáradmenti falucskában egy úgynevezett örömi jász versenyt szerveztek, de csak rajzolt kakasra lőttek. A húsfél szárnyasokat a gyerekek simogathatták, majd a nyertesek hazavitték őket. Hatalmas, rőzséből épített kakas fogadta az örömi jász verseny résztvevőit Nyárád Szent Simonban. A kakasvészen, ahogy a neve is mutatja, a kakas volt a visszatérő motívum. A szárnyas szerepelt azokon az álló vagy mozgó céltáblákon, amelyeket a hagyományos íjakat használó résztvevők megpróbáltak a lehető legpontosabban eltalálni. Ez egy egész napos örömi jász verseny volt, ahol mulatunk inkább, nem is annyira az eredmény a fontos, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, jókat lövöldözzünk, ígyunk, együnk, és a hagyományunkat megéljük, éltessük. Az íjász verseny azonban csak a rendezvény egyik programja volt. A kakasvész számos egyéb esemény színesítette, ezek címzettjei pedig elsősorban a nagy számban jelenlévő gyerekek voltak. Az elsődleges cél az, hogy az itt lévő öt falu környező gyerekei egy olyan minőségorientált gondolkodásmódot sajátítsanak el, ami számukra majd hosszú távon meghatározza az ő tevékenységüket, az ő gondolkodásmódjukat. A Brassó megyei apácán a monda szerint azért él a kakaslövés hagyománya, mert egy kakas árult el a tatárok elől elbújó helybéliek rejtek helyét. Nyárád Szent Simon határában öt szikla üreg van, ezeket tatárpincéknek nevezik, ugyanis a tatárjárás kor a lakosok oda rejtőzködtek el. A Nyárád Szent Simoni kakasokról nem jegyezték fel, hogy kukorékoltak, de akár meg is tehették volna. Választási hírek következnek. Kövér Lászlóval, az Országház elnökével, az MPP tiszteletbeli elnökével találkozott Budapesten a Magyar Polgári Párt önkormányzati választáson induló jelöltjeinek egy csoportja. A Magyar Polgári Párt a júniusi helyhatósági választások alkalmával mintegy 1000 jelöltet állít, és közel 100 közigazgatási egységben méretkezik meg. Azt szeretnék, hogy az MPP-nek június 6-ától több polgármestere legyen, tájékoztatta Kövér Lászlót Bíró Zsolt pártelnök. Kettős állampolgársága hangoztatásával próbálja meggyőzni a szavazókat Horjávus Kán, Nagyvárad polgármester jelöltje a Népi Mozgalom pártja részéről. A sajtótájékoztatón a magyar személyazonosság igazolványát lobogtatva a politikus azt mondta, a két hónapja megszerzett magyar állampolgársága a város magyar és román lakosai iránti tisztelet, valamint az európai elkötelezettség szimbóluma. Felelős szavazókra van szükség annak érdekében, hogy az arra leginkább megfelelő embereket válasszák meg a helyhatóságok élére, mondta Dacian Csolos miniszterelnök egy politikai fórumon. A miniszterelnök kiemelte, a kormány nem tud egyedül szerepet vállalni a helyi fejlesztési projektek megvalósításában, ehhez megfelelő partnereket kell találjon az önkormányzatok szintjén, ezek megválasztása pedig a helyi közösségek felelőssége. Remélem, hogy az egyes települések, községek és városok lakosai a legnagyobb felelősséggel kezelik ezeket a választásokat. Mert a kormány, bármilyen kormány legyen is az, azokkal kell tárgyaljon és megoldásokat találjon a helyi gondokra, akiket a lakosok megválasztottak. Ezért fontos, hogy olyan embereket válasszanak meg, akikben bíznak, és akiket szavazatukkal megfelelően legitimálnak, hogy a helyi fejlesztési projektekkel foglalkozhassanak. Által sarat Magyarország a hoki VB-n, sporttal folytatjuk a híradót. Meglepetésre a Csészemé Bukarest nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját. A budapesti döntőben a győri Audi Eto hatalmas csatában 7 méteresekkel kapott ki. Győr a rendes játékidőben és a hosszabbítás végjátékában is vezetett, de a bukarestiek nem adták fel, míg végül büntetőkkel, de nyerni tudtak. A Csészemé Bukarestnek a mostani volt az első bajnokok ligája idénye. Eddig a tavalyi és az idei országos bajnoki cím volt a legnagyobb sikere, illetve az, hogy a 2011-12-es szezonban bejutott az EHF kupa legjobb 16 csapata közé. Román csapat harmadszor hódította el a trófeát.
Jól szerepeltek az erdélyi biciklisek a Primaeva Dare nevű hegyi kerékpáros versenyen. Elsőként a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede ért célba, a marosvásárhelyi Madaras Attila negyedik lett, míg a fiatal, szintén vásárhelyi Málnási József Attila a nyílt versenyen a hetedik helyen zárt, korosztályában viszont első lett. Románia legnépszerűbb versenyén több mint 600-an álltak rajthoz. Két várható vereséggel kezdte a jégkorong világbajnokságot Magyarország. A hokisok előbb Szlovákiától kaptak ki 4-1-re, majd Kanadától 7-1-re. Jó játékkal mutatkozott be az oroszországi jégkorong világbajnokságon a magyar válogatott. Rich Csernomász csapata szoros meccset vívott a szlovákokkal, majd a világbajnok Kanada ellen nagyon bátran hokizott. Annak ellenére, hogy a magyarok 7-1-re kikaptak, hatalmas élménnyel gazdagodtak. Egy gyerekkori álmunk vált valóra. Én úgy gondolom, hogy voltak jó pár olyan momentum a mérkőzésen, ahol tudtuk is tartani őket, nagyon sok veszélyes helyzetünk volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Persze ez az eredmény, ez a 7-1 lehetett volna egy kicsit szorosabb, hiszen ott a második, harmad utolsó 10 percben nagyon kiengedtünk, kicsit összeestünk, de utána összekaptuk magunkat, és megint úgy gondolom, hogy egész jól teljesítettünk. Nagy szó az is, hogy a magyar válogatott gólt ütött Kanadának, erre 1938 óta nem volt példa. A gólszerző a csíkszeredai születésű Bartalis István volt. A magyarok holnap a franciák ellen lépnek jégre. Ez volt a híradó, mutatjuk a keddi időjárás részleteit, viszontlátásra!